Magyar Kanizsa nagyobb mennyiségű csapadék utoljára június 25-én esett, akkor 18 mm-t jegyeztek fel. Eltérően növekednek és fejlődnek a kapásnövények. A közel 40 fok körüli hőmérséklet és a csapadék hiány miatt stagnálnak. A jelenlegi állapot azt mutatja, hogy hozamkieséssel kell számolniuk a gazdáknak. A termelők többsége nem locsolja a terményt. Az Ilona Falvi Balázs Tibor is csak az esőben bízik megmondom őszintén, már elég régóta gazdákszak, de még azért ilyen rossz, rosszul nem néztek ki, hogy aratáskot tudjuk az utóbbi évtizedekben, igen, csak kihánta az abját a, a, kukorica. Most meg imit amott, ugye tavassza a sújtott őket a nagy hideg, az én nem fellőttek, aztán meg hirtelen rágyütt a nagy meleg, tehát nagyon rosszul, de már sokkal előbbi, el, előbbi fázisba kellene, hogy legyenek. A napraforgó most kezdett el virágozni, míg a kukorica pedig most dobja ki a kalászát. A nagyobb mennyiségű csapadékra pont ebben az időszakban lenne a legnagyobb szükség. Legutoljára a csapadékot június 25-én kaptunk 18 mm-t, és az előtt pedig volt május 18-án, tehát ez a mennyiség, amit számításba jön, ilyen 1-2 mm-esek voltak. Tehát most kellene egy jó kiadós csapadékunk, tehát hogy a termést megalapoznánk. Nedvesség hiány mutatkozik a zöldségek esetében is. A felsőhegyi fényszárosi család több locsoló rendszert alakított ki. A fóliákban csöpögtetőt, míg a földeken locsoló ágyút használnak. Majd úgy van, hogy éjjel-nappal locsolunk, mert muszáj, de a fólia alatt csak reggel este, kint meg megy a szabadba a tifon, mert máskülönben nem lesz semmi. Úgyhogy a, nem lesz hamarosan eső, akkor nem lesz se napraforgó, se kukorica, úgyhogy gondok lesznek a növényekkel is, meg a jószágnak nem lesz takarmány. Az időjárás előrejelzés szerint a következő napokban helyenként számítani lehet esőre, és a hőmérséklet is csökkenni fog. A kultúrnövények megfelelő fejlődéséhez legalább 40 mm csapadékra lenne szükség.